Sziasztok, ez itt újfent a kockajátékbárja. Ezennel egy olyan FPS terétek tárral, amely 2011-ben jelent meg. Nem tudom, hogy ebből esetleg megismeritek. Mivel most talán nem láthatjátok, hogy jól látom ugye ezt, hogy mi a játék címe. És ezt elárulhatom, hogy ez egy igazán híres játék második része. De majd észreveszitek, hogyha folytatom a játékot. A menü egyszerű, jövő stílus jellemző rá, ebben ugye közeljövőben játszik a játék, egy kicsit elképzelt esemény kapcsán, ugye amely az első rész közvetlenül folytatása egyébként. Még egy-két karakter is, főleg a legelején, meg a tutoriál, meg a vezető, meg átvezető képekben, videóban megjelenik egy-két régebbi karakter az első részből. Tehát igazi folytatást nem érezhetjük úgy, mint hogyha mondjuk csak úgy oda csapták volna, hogy na, én még egy szelet. Mert történetben is érződik az epikus hatás, hogy most itt lépünk egy szintet. És hogy új karakterek is jönnek, régek is maradnak, némelyik meg is hal sajnos. Illetve nagyobb teret kapunk. Hát legalábbis látvány terén. Pedig az első rész sem volt rossz. Úgyhogy ennek a beállítások nagyon részletes, még 3D-t is használhatunk, bár sok értelmét nem látom. Láthatjuk a haladó grafikát. Érdekes, hogy a grafika beállításnál magas, nagyon magas, extrém és ultrák vannak, tehát itt hivatalosan senki sem fog minimummal vagy médiummal játszani. De azt hiszem, ami hasonló helyzet volt majdnem az első résznél is, úgyhogy annyira ilyen szabadul nem csodálkozom. No de folytassuk a kampányt. A játék hasonló az Assassin's Creed 1-2-3 az nagyon beleélteti úgymond a játékost ebbe a játéknak a világába, a kütyükbe, a forradalmi újításokba, amit ez a 21-22. Századi technológia itt elénk tárt játékos, és ez látszik itt ugye az FPS nézetnél is, meg a különböző menürendszer, stb. No, de egyébként nagyon jól néz ki egyébként a belső tér is, hoppá, most leestem. No, nem baj. Tehát végre egyébként sokat újítottak a belső területen, ugyanis ennek a szériának nem volt az erőssége. Gyakorlatilag a nulladik résznél sem, amely 2004-ben jelent meg. Úgyhogy viszont itt a külső maradt ugyanolyan jó, mint akkor. Itt tárunk a szemünk elé. Ez kérem szépen a Crysis 2, talán már kitaláltátok. Közben itt nem árultam el, ugye a nulladik rész pedig a Far Cry volt, amit még ugye ez a csapat csinált annó. Ott is a belső terekkel voltak gondok, ahogy a Crysis 1-nél is, most már ott is javítottak. És ez számomra hatalmas meglepetés, hisz annó azt hittem, hogy ennek a játéknak nem lesz jó grafikája. Tehát nekem ugye videók alapján nem tűnt, és mégis eléggé látvány, és főleg az effektek terén. Egy gond viszont van a játék grafikájával, szerint bokrok, fák nem tökéletesek. Tehát az előző részben, vagy az adott korhoz képest a Far Cry 1-ben jobban meg voltak oldva. Tehát itt azokat még javítani kell. No, ez a látvány, és itt vannak a lehetőségek. B-vel tudunk vizorrendszert használni, amely gyakorlatilag egy ilyen taktikai nézet. Gyakorlatilag egy távcső alá akarom egyszerűsíteni, szóval itt végülis egy olcsó fogás, ilyen szempontból új lehetőségként van beállítva. De igazából ezt, ha úgy nézzük, egy távcső rendszer, csak annyi, hogy most ki tudjuk jelölni az ellenfeleket, meg tudjuk sassolni. Azt, hogy merre van töltény, ilyesmi, ennyi. És egyébként is B-vel kell a másik játékokba is a távcsövet, szóval ebbe sincs különbség. Még a víz az... Hát nem tudom, az sem... Hát nem tudom, nem rossz az se, de... Talán az is jobb volt az részekben. Érdekes, hogy F-vel tudunk, nem E-vel tudunk fölvenni cuccokat. A többi játékban E-vel lehet. Itt nem ez a helyzet. Na, itt vannak robbanó oldók. Hát meg a megszokott dolgok még megvannak, ugye. Amelyek az előző részekből... megvoltak. Ugye... Az a gond, hogy én fölvettem volna, de nem lehet felvenni, tehát nagyon idegesítő, hogy nektek bemutassak egy jobb részt. De hát nem tudtam. Sajnos.
Az jó, hogy a C-t nem kell nyomva tartani örökké, hanem egyszer megnyomod, akkor lent is maradt. Nagyon okos az ellenfél egyébként. Óha, ide dobtak egy gránátot. Ó, basszus. Ennyi, bejnye. Jól van, te akartad. Nagyon okosak az ellenfelek, ó. Annyira effektes, hogy nem látom, hogy mit lövök. No. Hát, és egyébként ezt talán jobban optimalizálták az első részhez képest, tehát ez egy pozitívum. Az akkor kornak megfelelően nem nagyon optimalizálták jól azt a játékot. No, de nézzük, hogy a középső gombbal miket hozhatunk elő, ez ismertük rá is egyből is. Középső gombbal jelözhetjük azt, amit B-vel is előhozhatunk. Ahhoz közelíteni a görgővel tudunk, ilyen tehát az a revizor. Akkor a páncél, ilyen a páncélunkat erősíti, az még jelen pillanatban nincs meg az a játék eleje, de mindjárt lesz egyébként. De hát én azt hittem, hogy kicsit előrébb lesz, mert akkor nektek mutatni. És van a... De hát ugye sajnos nincs mentés, mint ott, amit itten Xbox rendszer van. Ezt pedig a fejegyvert tudjuk választani, kiegészítő tárt akarunk-e. Csak még így ezeket ki kell unlockolni, úgymond. Ugye ez meg, ez volt az előző részben, és csak itt részletesebb. Hoppá, na milyen jó a menü, hát megnyitom az eszket, akkor ilyen kis... Ugye ez a páncélos... Ugye ez a szuperruha... Nem is tudom, minek mondjam, no. És van egy ilyen is, amelyben ugye általában ugye mindent tudunk, közelségi riadókat jelezni, hang eltérítést, mobilitásunk fejlesztését, taposás lehetőségét, mindent tudunk fejleszteni, és ezeket unlockolhatjuk. Múltja is van egyébként a játéknak. Ja, és Steambe vettem ezt is olcsón. Ja, és Face-et nyomva tartottunk óriásit ugrani. Ezen kívül van még egyébként erősítés, ez volt is a... az egybe. Ezen kívül ugye láthatatlanság van. És ugye mutatom nektek. V-vel tudunk egyébként ütlegelni. Ja, már nem csak. Én akartam még nektek mutatni valamit. Lehet, hogy már nem mutatok. Na mindegy. Akartam még egy kis robbanást. Robbantsunk föl valamit. Milyen a... szikai lehetőséget. Láthatjátok jobb oldalt, most piros volt, most már fehér. Töltődik föl magától egy idő után a pajzsunknak, illetve a ruhának a energiája. Rossz a robbanás. Nem tudom, milyen Battlefield 3 még nem játszottam, és még nincs is meg. Ezért... nem tudok említést lenni, hogy az néz ki ebben, hogy ez, de azért mi azért egy éve későbbi majdnem, vagy nem is egy éve, de fél éve legalább. Akkor... tudom ő nyerni. Késő optimalizálásban is e. No, itt jön a láthatatlanság tévő lehetőség, eshetőség. Ilyenkor mindig elmondják is, hogy mire jó. Ezt elve tudjuk előhozni. És ha nem mozgunk, akkor nem fogy semmi az energiánkból. Ha mozgunk, akkor nagyon fogy, ugye, hisz az láthatatlanság az átszaladásról szól. Viszont lehet spórolni, tehát lehet vele taktikázni, illetve stratégiázni, hisz kicsit menjünk, akkor keveset megy belőle, de... Mutatok nektek valamit. Hát ez most nagyon megy. Csökken a helyzet. Lehet ágyúzni is. Most éppen nem ott volt az ellenfél. Jó lett volna, hogyha ott lett volna. De nem ott volt. Igazából gyakorlatilag nem mutató, hogy ez a játék továbbra is. Tudunk rúgni is, erősen V-t nyomva tartva egyébként. Ez a játék továbbra is azért keveri a taktikai elemeket a mondjuk akciósabb, kódosabb lehetőségekkel, vagy küldesebb lehetőségekkel. Az sajnos igaz, hogy ez a játék, a második rész, ez már kicsit, ahogy mondjam,
egyszerűbb valamilyen szempontból, tehát sokszor nem mehetünk annyi felé, mint amire szeretnénk. Hát így az első rész egy hatalmas dzsungelbe és hát szigeteken és területeken szabadba, környezetbe történt. Itt viszont ugye a városban vagyunk, alapból kevesebb a hely, itt sajnos ugye már eleve miatt hátrányban vagyunk, lehet fénymásolni is egyébként. És ez itt megsínyi magát, tehát igazából annyit tudok mondani, hogy ilyen szempontból nem a legjobb a játék. Ó, ég a, még a izé is, látjátok, hú, szabadságsóval, mi lesz itten? Ugye az űrlények támadnak, ennyit árulok el a sztoriról, mert azt, aki nem játszott az egyen, az többet nem biztos, hogy tudna, vagy akarna tudni pontosabban. No. Hát az a lényeg, hogy a játék megtartotta az erényeit, néhol beütette, lásd grafikai, a fizikai lehetőség. Viszont, mondom, néhol megszűkítette, tehát kicsit cső látású lett a játék ezzel, hogy a városba rakták. Most talán a harmadik résszel majd ezt ki akarják javítani, hisz ott elvileg keverve lesz, úgymond. Talán az 1-2 is, mint játékmenetre és játékstílusba, de ugye maga a város is, tehát azt hiszem szét van ott rombolódva, és jelenítem még ki a kettőt, ott emiatt gyakorlatilag félig egy dzsungelben is vagyunk, félig városban, és sokkal nagyobb területek állnak majd rendelkezésünkre. Hoppá, mi volt ez? Közben nem figyelek itt rendesen. Úgyhogy mutatják meg mindig, hogy miért kell menni, és kicsit ilyen COD feeling, kampány feeling. Hát remélem, hogy ezért a háromban ilyenek annyira már nem lesznek. Úgyhogy a játéknak, ja, a története is kicsit visszalépés, bár az egynek sem volt egy nagy története, ott inkább a szabadság dívott, viszont az erősen dívott és erősen jellemző volt a játékra. Itt viszont akartak egy történetet, ami egyáltalán nem baj, viszont nem sült ki belőle egy nagy-nagy szám. Tehát, hogyha nagyon akarnak egy történetet, akkor dolgozzanak rajta, üljenek rajta, az én véleményem. Ha nem akarnak, akkor mondjuk adják át a szabadságnak az élményt, és azzal adják a játékot, és azzal erősítsék a játékélményt. Ha a történettel ez nem megy. Szerintem ilyen szerint, de ez az én. Ha a történet nem olyan erős, akkor nem kell azon rágódni, meg azt reklámozgatni, mert ha nem igaz, akkor csak valósul a dolog. Úgyhogy... úgyhogy igazából ennyi lenne. A játéknak, hát, én adok neki 89%-ot, mert szint nagyon jó játék továbbra is, csak az egy kicsit gyenge, mint a Crysis, vagy a Far Cry maga idejében, azok 90 néhány százalékos játékok voltak annó máshol is, és én is annyitottam volna egyébként nekik, azok tényleg újítottak. Ahogy a Doom is, az a saját horror akció FPS stílusában, ugyanúgy a Half-Life is ugye az egyel, aztán a kettővel is különböző aspektusokban, fizika, játékmenet, lehetőség, történet elmesélése, stb. Ez a játék ugye még az első két részben pedig a grafika, a különböző szabadságbeli lehetőségek, taktikai elemek, láthatatlanság, átszázás, gyors futás, nagy ugrás, hatalmas erő, stb. És ugye ez a játékban ezek nem voltak annyira jellemzőek, és nem lehetett kihasználni úgymond őket. Tehát, úgyhogy ez a játék megér egy 89%-ot. Remélem tetszett nektek, azért próbáljátok ki, én azt mondom, még hogyha sokan nem is kedvetik annyira talán a Crysis. Szerintem sokkal jobb, mint a COD. Mert összehasonlítani a kettőt. Úgyhogy próbáljátok ki, remélem tetszeni fog nektek is. Legközelebb viszontlátási, sziasztok!